Sziasztok! Akkor folytatjuk az előadást. Kristóf Veronikával fogjuk folytatni a Seashefföld a tengerek rendőrsége című előadásával. Veronika a Seashefföld magyarországi képviselője, eddig 7 antarktiszi bánavédelmi kampányon vett részt, újságíró és vegán szakács önkéntesként a felfegyverzett japán bálna orvvadász flotta elleni háborút. Egy aktivista, aki maximálisan kimert lépni a saját komfortzónájából a cetek védelmiért. Fogadjátok sok szeretettel a Veronikát! Nagyon-nagyon érintőlegesen, mivel ez az idő ez nem elegendő arra, hogy feldolgozunk minden kampányt, minden irányt, amerre a Seashefföld dolgozik, úgyhogy a vége pedig olyan lesz, amit innen Magyarországról is tudunk tenni a tengeri emlősökért. Fontos, hogy mi az óceánok rendőrsége vagyunk, nem egy protestáló szervezet, mint a környezetvédelmi multiknak a többsége, hanem mi mindig a problémának a helyszínén lépünk fel, beavatkozunk, és hát gyakorlatilag az életünk kockáztatásával magunkra irányítjuk az ellenségnek a figyelmét, amíg minket támadnak, addig nem tudnak gyilkolni bálnákat, nem tudnak gyilkolni delfineket. Ez a stratégia. A vegán vonatkozás pedig a Seashefföld volt az első olyan szervezet, amely a vegán életmóddal megismertette a közvéleményt, ugyanis azzal, hogy mi azt várjuk el, hogy ne gyilkolják a bálnákat, ne gyilkolják a delfineket vagy a tókákat, valamit nekünk is tenni kellett, hogy senki nem mondhatja azt, hogy ja igen, viszont te megeszed a sertést, megeszed a marhát. Hát mi nem esszük meg. Polyolcon kapitány 1977-ben lépett ki az által alapított Greenpeace-ből, ez nagyon fontos, mert ugye a Greenpeace egy olyan multi, amelyről elég sokat tudunk, csak éppen manapság már azt nem tudjuk, hogy mi az, amit valóban tesznek. 1977-ben kilépett és megalapította a Seashefföldöt, amely ugyanazzal a stratégiával dolgozik, amit ő elképzelt. Van egy nagyon fontos mondása, amit mindenkinek magáévá kell tenni ahhoz, hogy dolgozni tudjon a szervezetnél, addig nem éltél, amíg nem tudod, miért érdemes meghalni. Ez nem olyan kufogtatás, amit Facebookon lehet olvasni, hanem ez olyan, amit, hogyha elmegy az ember egy kampányra, akkor napról napra találkozik vele, és napról napra meg kell éreznünk azt, hogy igen, itt mi az életünket kockáztatjuk egy ügyért. A tengeri emlősök védelmére szakosodott a Seashefföld. Tehát tiszteletben tartunk minden egyes életet, így még az ellenség, tehát a japán bálnavadászoknak az életét is, semmilyen életre nem törünk, viszont ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni, ahhoz fókuszálni kell valamire. Tehát nem lehet tegnap arról írni, hogy ha kampányolj az atom ellen, holnap kampányolj a GMO ellen, és holnap után pedig védd meg a bálnákat. Mi megvédjük a bálnákat, más vállaljuk fel valamit ugyanilyen hatékonysággal, és akkor rendben lesz ez a világ. Tehát ügyfeleink bálnák, delfinek, fókák, cáfák, halak. Mielőtt az aktivizmusba belecsapnánk, van ez a mondás, mindig csodálkoztam, miért nem tesz már valaki valamit, aztán rájöttem, hogy valaki vagyok. Ezt érdemes megfontolni és magunkévá tenni. Ugyanis mindenkinek az, ami a legjobban bosszantja. Tehát engem nyilván a bálnavadászat bosszant, nem bosszant. Gyűlölöm, tehát az életemet tudnám odaadni, hogyha azzal véget tudnék vetni a bálmészállásnak. Van, akit politikai mozgalmak szippantanak ugyanígy el. Az a lényeg, hogy valamit tenni. Tehát, hogyha nem teszünk, csak egész nap morgunk, hogy úristen, úristen, ez már megint mennyire rossz, akkor bele fogunk örülni. Viszont, hogyha megtesszük azt a legfontosabb dolgot, ami a legjobban zavar, akkor mi tettünk valamit, és akkor értelme volt. A Seashefföldre rengeteg jelzőt használnak, rettentő erőszakosak vagyunk, ezt el is ismerjük, és erre büszkék is vagyunk. A bűnözők értékeit nem kíméljük, viszont a bűnözők testi épségét nem veszélyeztetjük. Ezt kevesen tudják magukról elmondani. Polvacon kapitány írta a napokban, illetve szokta írni ezt elég gyakran, de most megint kénytelen volt írni erről, hogy úgy vannak velünk a különböző szervezetek és az emberek is, mint az éjszaka hölgyeivel, hogy éjszaka szeretnek bennünket és jönnek, de azonosulni velünk a napvilágban már nem annyira
nem annyira kellemes. Nagyon sok politikus támogat bennünket, nagyon sok cég támogat bennünket, de hogyha arról van szó, hogy ki kellene állni mellettünk, akkor elég jól visszavonulnak az emberek. Most legutóbb éppen Jacques Cousteau fiáról derült ki, hogy ugyanezeket a mondatokat elmondta, hogy teljesen egyetért a Szűsepöl, de ellenben hogy nézne az ki, hogyha a következő nap a politikusokkal úgy társalogna, hogy azok tudják, hogy ő a Szűsepöldel azonosul. Van ilyen. De mi ezt vállaljuk. Módszereink fenyegetőek, eredetiek, törvényesek. Ez nagyon fontos, hogy bármi, amit mi teszünk, tehát kikötőben elsüllyesztett, vagy nyílt tengeren megrongált bálnavadászhajók, ezek mind törvényes keretek között zajlanak. Tehát amikor nincs kereskedelmi bálnavadászat, akkor elsüllyeszteni egy kereskedelmi bálnavadászatban résztvevő hajót nem tekinthető bűncselekménynek. 1986-ban Izlandon történt meg egyébként. Annyi mindent lehetne mondani, na mindegy. Tehát 1986-ban történt meg, hogy Izlandon a Szűsepöldnek két aktivistája, két mérnöke elsüllyesztett a négy bálnavadászhajóból kettőt kikötőben, megvárták, amíg elmennek a munkások inni, és utána elsüllyesztették. És utána Polvacon kapitány jelentkezett, hogy itt vagyok, vonjatok felelősségre, viszont az izlandi kormány úgy döntött, hogy ha nyilvánosságot kapna az izlandi bálnavadászat, az sokkal többet ártana az országnak, mint az a két hajónak az elvesztése, plusz a gyárnak a tönkretétele. Tehát nekünk ez az óriási előnyünk, hogy bármi, amit teszünk, nem vagyunk felelősségre vonható, mert ugye a rendőrség is, amikor elkapja a bankrablónak az autóját, elkapja a bankrablót, és aközben megsérül a bankrablónak az autója, senki nem fogja felelősségre vonni a rendőrséget. Ugyanígy működünk mi is. Mivel az Antarktiszi Bálnavédelmi Kampányban vettem részt eddig 7 alkalommal, ezért azon keresztül tudom a legjobban érzékeltetni, hogy milyen ellenséggel is állunk mi szemben. Ugye az Antarktiszi Bálnavédelmi Terület ezt 1996-ban deklarálták, ki is van jelölve. És ugyanez az a terület, a másik képe, amit a japán bálnavadászflotta kijelölt az önkényes vadász területének. Évi 1035 fős vadászati kvótával. A japán bálnamészárlást azt ne tekintsük valami olyannak, mint egy tradicionális bálnamészárlás, ugyanis 1946-ban egy amerikai tábornok adta meg az úgynevezett know-how-t, hogy építsenek a japánok bálnavadászhajót, és menjenek az Antarktisz térségébe, mert ott nagy tömegben fordulnak elő az antarktiszi nyár alatt a bálnák. Úgyhogy 1946-hoz kapcsolódik ez a dátum, nem pedig valami több száz éves tradícióhoz. Amikor először csatlakoztam a Szűsepöld hajójához, a Steve Irwin nevű hajónkat, ami azóta is Steve Irwin, még Robert Hunternek hívták, és ha sikerül rámutatni, ez a zöldes szürke. Na ekkor, 2006-2007-es kampányban elég volt felbukkannunk a bálnavadász flotta mögött ahhoz, hogy haladéktalanul felhagyjanak a mészárlással és menekülni kezdjenek. A következő évben már hoztak magukkal felfegyverzett katonákat, akik gránátokat, illetve éles lőfegyvereket használtak, és rá is lőttek Polvacon kapitányra. Mi ezzel szemben úgynevezett Robin Hood-os megoldásokkal dolgozunk, ami azt jelenti, hogy bűzbomba, füstbomba, gyógyszerek bevonására alkalmas vegyület, ami mind-mind azt szolgálja, hogy ellehetetlenítse a fedélzeten a munkát. Tehát a bűzbomba ugye büdös, a gyógyszerbevonó anyag az pedig csúszósá teszi a fedélzetet, és nem tudnak dolgozni. Tehát mi ilyenekkel dolgozunk, hiszen abban a pillanatban, hogyha egyetlen egy japán munkás is megsérülne vagy meghalna, akkor mi elveszítenénk azt a támogató tömeget, amivel jelenleg rendelkezünk. Tehát sokan gondolják azt, hogy jó az állatvédelem, de azért az ember. A Robin Hood-os eszközök ellenére a japán bálnavadász flotta használ erred, ez a hangfegyver, amivel a rendőrség tömegoszlat például az USA-ban, de talán már Magyarországon is felelhető néhány erred. Vízágyú, szintén csak ugye filmekből lehet látni, hogy milyen pusztítást tud okozni. Ők használják a saját erejüket, fizikai erejüket. Például 2010. január 6-án
az egyik primaránunkat megsemmisítették. A japán bálnavadászprotet támogató kormányzati hajókeresztül gázolt a mi primaránunkon, semmilyen jogi következménye nem lett. Antarktiszi csatatér pillanataiba lehet betekinteni, illetve itt lehet látni a Nishin Marun például a piros festéknek a nyomait, amivel ugye amikor visszaolálkodnak a japán kikötőbe, akkor el kell kezdeni lepesteni, mert hát mégiscsak méltatlan egy ilyen dicső iparághoz, hogy azt is akadnak, ha fegyvertelen önkénteseik átesznek benne. Mindenki hallott arról, hogy 2011. március 11-én mekkora szökő árföldrengés történt Japánban. Ekkor úgy döntött a japán kormány, hogy jó, akkor nem küzdenek tovább a szélsőfölddel, mert úgysem tudnak ellenünk mit tenni. Ezt egy kisebbségben lévő politikai kör rettenetesen támogatta, és minden jel arra mutatott, hogy soha többet nem kell visszamennünk. Aztán az ősz folyamán úgy döntöttek, hogy mégiscsak hogy néz az ki, hogy egy maroknyi csapat megfélemlíti a japán kormányt. Úgyhogy átfestették a Shonanmaru 2-t, ráírták, hogy a japán kormány biztonsági hajója, és 30 millió dollárt adtak a szökőár és a földrengés megsegítésére befolyt összegből, hogy felfegyverezzék azt. Ez volt az az év, amikor kitérnék arra, hogy mennyire fontos az együttműködés. A három fiatalember, ők ausztrál erdővédők, és volt olyan tulajdonságuk, és volt olyan képességük, amivel nekünk segíteni tudtak, plusz nem a Sea Shepherd volt onnantól kezdve érintett abban a dologban, amit ők elkövettek. Azt követték el, hogy erre a felfegyverzett kormányzati hajóra a Tibetla alatt felszálltak, és ahhoz, hogy ne vigyék el őket az Antarktisz térségébe, ausztrál állampolgárok, de a középsőnek, hogyha megnézzük a tetoválását, akkor jól kivéhető, hogy magyar ősökkel rendelkezik. Ahhoz a japán kormány biztonsági hajójának vissza kell maradni, és ki kell rakni azt a három embert. Ezt nem tette volna meg Sea Shepherd önkéntes, megtették ők. Ezt kellene itt például Magyarországon is, ezt az együttműködést nagyon szívesen látnám, vagy bárhol a világban. Azt hiszem, hogy az életünk két legaktívabb, legintenzívebb napját 2013. február 20-án és 25-én éltük át, amikor a japán bálnavadászhajó, a Shonanmaru megpróbált bennünket elsüllyeszteni, és rajta volt teljesen a hajóinknak a hátulján, úgyhogy mi billegtünk, recsegtünk, ropogtunk alatta, és az volt a stratégia, hogy megakadályozzuk az üzemanyag vételezést. Előlátható az üzemanyag szállítóhajó, amely természetesen nem japán zászló alatt halad, mert az Antarktisz térségében illegális az üzemanyag vételezés. Mellette a Bob Barker hajónk, hogyha megnézitek, itt látható az árbóc, ami középen, tehát a hajó testén középen áll egyébként, de a Nishin Maru ezt teljesen megbörbítette. Tehát mennyire kellett rátolatni a hajóra ahhoz, hogy ezt a képet el lehessen készíteni, helikopterről készült, mellette pedig a Shonanmaru 2 mikrofonból tájékoztatott bennünket, hogy azonnal hagyjuk el a bálnavédelmi területet, mert ez az ő vadászati területük. Hát mi nem hagytuk el, a svéd kapitányunk bejelentette, hogy el kell bennünket sülyeszteni ahhoz, hogy üzemanyagot tudjon vételezni a Nishin Maru, úgyhogy ekkor félemedett meg, és ekkor tolatott le rólunk. Itt pedig látszik a Steve Irwin, mint a két hajó között dobálódzik. Jó, egy nagyon fontos. Ugye lehet azért siránkozni, hogy támadnak bennünket a japán bálnavadászok. Siránkozunk is. Ellenben minden nap, amit azzal töltenek, hogy minket támadnak, az alatt nem gyilkolnak meg 10 bálnát. Tehát nagyon-nagyon megbecsüljük, amikor úgy hajtjuk a fejünket álomra, hogy ma ellenünk támadtak. Képzeljétek el, miközben ugye ők megrendelték a szalagot.
mind a két mentőcsónakját a Nishimbanban, amelyik megrendelte. Úgyhogy a szerencsétlen kis koreaiak könyörögtek, hogy az egyik hajókat adjuk oda, és biztosítsuk, hogy kijussanak a jég közül, mert hogyha elsüllyednek, akkor nincs mivel menekülniük. Ez volt az a hajó, amelyik velük tulajdonképpen együtt működni készült. Annyira izgulnak, hogy nehogy az identitásokat leleplezzék, hogy női hangon kommunikálnak a hangos bemondón. És ez a Steve Irwin. Amit hozzáteszem, hogy nem jégosztályos hajó, tehát gyakorlatilag már akkor is életveszélyben vagyunk, hogyha azon el vagyunk az Antarktisz térségében, de rettentő jól szolgál nekünk ez a hajó. Jó, itt pedig az eredményeink láthatók. 1035-ös vadászati kvóta azt jelenti, hogy 935 veszélyeztetett csuka bálna, 50 különösen veszélyeztetett hosszúszárnyú bálna, 50 különösen veszélyeztetett közönséges barázdás bálna vadászati kvóta. A közönséges barázdás bálnákat nem annyira, de a hosszúszárnyú bálnákat már évek óta megkímélik, mint egy érvként, hogy na de, ezt nem gyilkoltuk, akkor engedjetek többet gyilkolni a csukabálnából. A csukabálna a tengerek kukaradzsója, tehát a tengerek csótánya, így jellemzi őket a japán tudományos bálnavadászflotta, ami azt jelenti, hogy írtani kell. Abban a pillanatban, hogyha az ő mentalitásuk szerint, meg az ő felfogásuk szerint, ha kiírtják a csukabálnákat, akkor megerősödhet a kékbálnák állománya, és a kékbálnák sokkal ízletesebbek. Egy kékbálna egyenlő 8 csukabálnával, és így mennek a számok. Tehát a tudományos bálnavadászatról körülbelül ennyit. Itt vannak a számaink. A számainkat nem mi... Hú, pont az nem látszik jól, amit külön kiemeltem. Na mindegy. Tehát a számainkat nem mi satszoljuk meg, hanem ők mindig nyilvánosságra hozzák, minden szezon végén, és 700 bálnát kellene meggyilkolniuk az 1035-ös vadászati kvótából, hogy a tudományos bálnamészárlás kifizetődő rentábilis legyen. Hát mi évek óta gondoskodunk róla, hogy ez ne így történjen. 2010-ben történt a nagy áttörés, 2010-11, hopp! 865 bálnát védtünk meg, következő év 763, a kiemelkedő 932, 103 bálnával oldalogtak haza, hát ez volt a legnagyobb örömünk, bár az a 103 is túl sok volt nekik, és most a legutóbbi kampány az 784 bálnát védtünk meg. Itt az előadás során nagyon nem szeretném, hogy bárki azt gondolja, hogy a Sea Shepherd japán ellenes. A Sea Shepherd fellép Kanadában, Paul Watson kapitány kanadai állampolgár, a hajóinkon mindig van japán állampolgár, és nagyon sok japán önkéntes van, akik részt vesznek a bálna védelemben, a delfin védelemben, és nagyon sokan a titokban is, de segítenek nekünk, és sokan egyre többen pedig az arcukat vállalva segítenek. Itt lefordították azt a plakátot, amivel ugye lehet látni, hogy itt van parti őrség Taiji-ban. Japán állampolgár fölemelte ezt a bannert és bement a vízbe. Tehát rengeteg japán segítségünk van, ami miatt ez az előadás mégis úgy tűnik, mintha Japán lenne az egyetlen ellenség, az az idő rövidsége. És hát mivel a vége az előadásnak az a delfináriumokról szól, ezért nagyon fontos, hogy a Taiji-t nem hagyhattam egyszerűen ki. Tehát Tokióban arcát vállalva önkéntes, ez olyan, mintha oda menne bárki egy politikushoz itt Magyarországon, egy kormányon lévő politikushoz, és ott mondana valamit a szemébe. Tehát ezt ne tekintsük valami aprónak, ez majdnem akkora, mint az, hogy mi elmegyünk az Antarktiszhoz, és ez viccen kívül mondom. Óriási nyomás van rajtuk.
iszonyatosan vállalhatatlan egy japán aktivista a japán társadalom számára. A delfinárium ellenes képet is ők készítették. És akkor gyorsan elugrunk Taijiba, Japánba, ahol amikor tudomást szereztek, tehát a nyugati társadalom tudomást szerzett róla, akkor évi 20 000 kistestű cetet, azaz delfin gyilkoltak meg, már ez 2000 főre csökkent. Ehhez nagy mértékben hozzájárult, hogy a Sea Shepherd 2003-ban kiszabadított delfineket a háló fogságából, őket azért bebörtönözték, aztán 2009-ben megszületett az Ögöl című film, Richard Oberynek a műve, és a Sea Shepherd minden évben jelen van az Öbölőre kampánnyal. Itt vannak a számok, hogy milyen vadászati kvótát állapítanak meg maguknak. Régen elvágták a delfineknek a nyakát és kivéreztették, ugye erre hívta föl a Sea Shepherd fotói is, és erre hívták föl az Öböl című dokumentumfilm is a figyelmet. Ma már finomítottak a módszereken, fémrudat ütnek a delfinnek a gerincébe, és be is dugaszolják a ruddal, ami azért praktikus, mert akkor a vér nem áramlik ki, ellenben nem is hal meg a delfin. Tehát van, hogy 10 órán keresztül szenved, mire meghal. Egyetlen egy vágóhídon nem fordulhat elő, hogy órákon keresztül szenved egy olyan állat, amit azért hoztak létre, hogy táplálékké váljon. Ezek a delfinek megpróbálnak menekülni, inkább a szikláknak vetik magukat, hogy meneküljenek a gyötrelem elől, ami rájuk vár. A gyilkolás az természetesen minden családtag előtt zajlik, tehát olyan nincs, hogy elvinnének egy delfint, meggyilkolják és tovább viszik. Ott helyben, abban a vízben, ahonnan kiválasztják a delfináriumba való rabot, abban gyilkolják meg mellette a családtagját. És hát ugye aki nem kell a delfináriumoknak, az megy úgynevezett húsnak. Sam Simon, ő a Simpson családnak a megalkotója volt, ez évben halt meg, egy szenzációs támogatónk, egy állatvédő aktivista, médiamogul sajnos meghalt. Ő nem csak pénzzel támogatott bennünket, amiből megvettük a Sam Simon hajónkat, de gyakran meglátogatta az önkénteseket is, és jelenlétével segítette azt, hogy el tudják jobban viselni azt a borzalmat, amit Taijiből lehet tapasztalni nap mint nap. Egy delfin, akit kiemeltek a családja mellől, egy delfin, akit beraktak abba a tengeri parcellába, ahonnan lehet jönni és vásárolni belőle. És most jön egy olyan videó, ami megmutatja, hogy mi a kapcsolat a Taiji delfin mészárlás és a delfin rabszolgatartóiparák között. Nagyon fontos, ezt egy 17 éves amerikai kislány készítette, angolosok előnyben. Mother, a daughter and friend. I am a sister until my life ends. And when my life ends, I know where I'll be. Southeast of Japan, a town called Taiji. Where I am now, I'm not sure I know. Nowhere to run and nowhere to go. I was just swimming on my way home, teaching my children the route I was shown. Where my family have traveled generations through past, thousands of miles to find food at last. But something happened to block our way, a wall of sound that I fear every day. Long metal poles enter our sea, driving us forward with nowhere to flee. They keep on banging these metal rods, dividing us up into two separate pods. My son has been taken, I still hear his cry. Everyone's scared, we don't want to die. Bang, bang, a thump and clang. We are surrounded, I jump up to sea, and now we are swimming straight to Taiji. Panic and fear, the shore ever near, further where drove to the infamous cove. Silence falls, the water still,
The killers have gone, they've had their thrill. But what of us now? We simply must wait. We pray for our friends and fear for our fate. Nighttime falls and still we are here. We cannot sleep with this much fear. Hours have passed and morning arrives. Killers return, ignoring our cries. Hands reach into the water and grab, whilst others around me they continue to stab. The blood of my family I'm forced to drink. I look all around, see bodies sink. And now you ask, what becomes of me? A miserable life of slavery. I put on a smile to please the crowd. Ignorance is bliss, they cheer so loud. In the town of Taiji, where waters run red, I grieve for my loved ones, as now they are dead. The slaughter is over, at least just for now. This has to stop, we can change this somehow. Hope is not lost, help is in sight. Infinite patience will win us this fight. Guardians of the cove, shepherds of the sea, tell my story to the world so my cousins can be free. Ez lesz az, amivel jön a nyár, mindenki lassan elindul nyaralgatni, ki Olaszországba, ki kicsit távolabb. És ugye milyen aranyosak a delfinek, milyen jó lenne megmutatni a gyerekünknek. Hát mielőtt bárki arra gondolna, hogy a gyerekének megmutatna a delfineket, gondoljuk abba bele, hogy van-e olyan delfin, aki bejelentkezik egy tartályba, hogy mától én itt szeretnék élni, mától én itt szeretnék lakni, távol a családomtól. Végülis enni adnak, az biztos, hogy adnak, fagyasztott halat, nem kell többé vadászni, nagyon kényelmes lesz, nem kell többé 60-70 kilométert, vagy karcányú delfinek esetén 160 kilométert megtenni egyetlen egy nap, hiszen a medencének a mérete az elég, hogyha 7 méter széles, 7 méter hosszú, és a 4 méter mélység is nagyjából tolerálható. Igaz, hogy a delfinek akár több száz méterre is tudnak merülni táplálékért, vagy csak azért, mert ott érzik jól magukat. De nem baj, nagyon jó ez a tartály dolog. Összekényszerítve olyanokkal, akiket esetleg maga nem választana be. Tehát most gondoljuk abba bele, hogy itt most bezárnánk az ajtót ebben a pillanatban, úgy, ahogy most itt ültök, és innentől kezdve csak kapnátok valamit enni. Lehet, hogy azt figyelembe vennék, hogy vegán, mert hát ugye ott is figyelembe veszik, hogy a delfinek nagy része halakkal, planktonokkal táplálkozik. Mit szólnátok? Kapnátok fekhelyet is. Ennyi a delfinárium. Ma van gyermeknap, ha jól tudom. A mai napot is használjuk ki arra, hogy nem hazudunk a gyerekünknek. Vannak ilyen fotók, amelyeket különböző aktivisták alkottak, illetve tettek hozzá egy nagyon jó gondolatot, és azt gondolom, hogy ennél vegánabb nincs, hogy ne azt kérdezd meg, hogy az humánus-e, hanem azt kérdezd meg magadtól, hogy szeretnéd-e, hogy az veled megtörténjen. Ez egy vegán triatlonista, aki ezt a mondatot mondta, lehet, hogy nem pont a delfináriumokról, de azt gondolom, hogy senki nem akarna egy 3x4 méteres helyiségben leélni mondjuk 40 évet. A delfin rabszolgatartó iparágban nem csak az egy borzalmas dolog, ahogy oda beszerzik a delfineket, és ahogy meghalnak a delfinek mellől a családtagok, akik nem elég dekoratívak, hanem az az igyekezet is, ahogy szeretnék őket szaporítani. Ez a mesterséges megtermékenyítés. A hímeket, azokat minden nap hímivar sejtnek vetik alá, azokat, akiknek a mérések azt mutatják, hogy érdemes szüretelni. Nyilván nem teszik meg mindenkivel, csak akinek aktívak és szaporodó képesek a hímivar sejtjei. Vannak erre idomárok, ugyanis azokat az idomárokat, akik azzal dolgoznak, hogy showmutatványokat adatnak elő a delfinekkel, azokat nem lehet ilyen hímivarsájt születre bevonni, ugyanis a delfin onnantól kezdve azonnal azzal azonosítja, hogy itt most szex lesz, és meg tudja támadni, hát több tonnás, 6
6-7 tonnás állatokról beszélünk, akik a tengerek, óceánok top ragadozói elméletileg. Most el tudjátok képzelni, muszáj megvonni az emberi vonatkoztatást, vagy muszáj az emberi vonatkoztatásra kitérni. El tudjátok képzelni azt, hogy veletek bárki megtegyen ilyet a saját szándékotokon kívül? Azt gondolom, hogy nem. Ennél megalázóbb dolog kevés van. A nőstény delfineket pedig minden nap arra idomítják, hogy megengedje, hogy a hátán fekve, ami egy rettentő természetellenes póz, a levegőt visszatartva egy gumicsövet vezetnek a petepészkéhez, és hát a méhébe, és levegőt fújnak bele, csak azért, hogy majd, amikor lesz a beavatkozás, akkor ne támadja meg őket, ne legyen neki idegen. Na most egy karcsányú delfin az 13-15 éves korában lesz ivarérett. A SeaWorld-ben már 8 éves delfineknek szülniük kell. Abban a pillanatban, hogy a vezetőség úgy dönt, illetve az állatorvosok úgy döntenek, elkezdik őket hormonterápiával kezelni, hogy minél előbb szüljenek, minél előbb be lehessen avatkozni. És abban a pillanatban, hogy megszületik a delfin, már a következő menstruációjánál újra elkezdik adni neki a hormont, hogy újra szülhessen. Ez természetesen csak azokra az egyedekre vonatkozik, akik képesek kihordani, és képesek élő delfinnek életet adni. Tehát a delfin túléli a szülést. A természetben megfigyelték, hogy ezek a delfinek, hogyha véletlenül meghal a kicsinyük, akkor napokig a hátán hordozza a halott állatot, és csak a családja együttműködésével tudják feldolgoztatni vele, hogy ott egy halott, és hagyja el. Tehát ugyanúgy gyászolnak, mint mi emberek. Most el tudjátok képzelni azt a delfint, aki két évente életet ad egy halott csecsemőnek, hogy az milyen gyászt érez. Tehát erre egyszerűen nincs mentség, nincs magyarázat. Nagyon sok delfin halt meg szülés közben, ugyanis a kicsinyük, a halva szülés, az ugye nem megy le természetes úton, ki kell csörrőzni a halott csecsemőt belőle, és ekkor szokott megsérülni a méhük, belső vérzés alakul ki, és 3-4 nap alatt vérmérgezéssel egy könyörtelen, kegyetlen halállal halnak meg. Nem egyetlen eset volt, és sajnos a SeaWorld egyszerűen annyira használja ezeket az állatokat, hogy erre nem képes, hogy nem születni mondjuk 2 évente. Egy delfinnek a szülési terhességi időszaka 13-15 hónap, a karcsányúéki 18. Tehát azt el lehet képzelni, hogy valaki 10-15 éven keresztül folyamatosan terhes legyen. És hát azért ezek a bébik, ezek nagyok. Aki angolos, az olvass el, amit mondott Johnny, vagy Tommy Lee. Ugye ő egy elég vad ember a privát életében is, meg a művész életében is, de hogyha elolvassátok, amit írt, akkor azért bele lehet gondolni, hogy még egy ilyen, nem is tudom milyen szót használjak a művészre, ha még ő is bizarnak, perverznek találja, akkor ez mennyire lehet perverz mondjuk egy átlag hétköznapi ember számára. Régen az emberek nem tudhattak arról, hogy mi zajlik a delfináriumok fala mögött, hiszen csak azt a dübörgő zenét és a fénycsóvákat lehetett látni, meg a mosolygó ábrázatú delfineket. Azonban azóta születtek könyvek, születtek dokumentumfilmek, most már senki nem mondhatja azt, hogy nem tudott róla. Tehát bárki, aki delfin rabszolgatartó intézménybe látogat, mindenki a Taiji delfin mészárlást és a delfineknek a megerőszakolását támogatja. Nincs kivétel, tehát olyan nincs, hogy a gyerekem szeretete felülírja az etikát. Nincs. És van még egy videó. No, I can't take one more step towards you. Ennek az a címe ennek a számnak, hogy mégis kinek képzeled magad. Don't
Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting a jar of hearts and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found, but I have grown too strong to ever fall back in your arms. And I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? And it took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Don't come back at all. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts, from the ice inside your soul? Don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Jó, gyakorlatilag a vállavédelmi, cetvédelmi előadás véget ért. Még egy pár mondatot szeretnék mondani a szervezetnek a vegánságáról. Ugye Polvacon kapitány nagyon jó érzékkel döntött úgy, hogy akkor a Sea-Shepherdnek vegánnak kell lenni, ahhoz, hogy egyrészt bennünket komolyan vegyenek, másrészt így etikus. Tehát ez ma már belátható, hogy máshogy viszonylag nehéz bármit is hirdetni, viszont ugye benne vagyunk az Animal Planet készít rólunk, készít az akcióinkról filmet, dokumentumfilmet, bár most megfélemlítették, úgyhogy tavaly már nem az Animal Planet stábja jött, hanem ők csak átvették egy másik filmes stábról. Ugye Japánnak hatalmas gazdasági befolyása van,
úgyhogy meg tud félemlíteni még egy olyan multit is, mint a Discovery Channel, azt hiszem, amelyikhez tartozik az Animal Planet. Viszont azzal, hogy mi együttműködtünk az Animal Planettel, rengeteg vegán élelmiszer, vagy tisztítószer, vagy kozmetikum gyártó cég felfigyelt ebben rejlő lehetőséget, ugyanis milliókhoz jutnak el ezek a termékek. Tehát ők így tudják hirdetni, hogy a Szélsepördöt támogatják. Volt olyan kampányunk, amikor 3 hét után egy fél gálaalma jutott mindenkinek, ugye tengeren voltunk, és van, hogy 6 hétig most legutóbb, akik kint voltak fogasvédő kampányon, több mint 4 hónapot voltak tengeren, ugyanazzal a élelmiszer szállítmánnyal, amivel elindultak, és hát ugye ezt nem lehet bekalkulálni, és nincs is annyi hely, hogy 40 embernek mindenből a legjobb legyen. Élelmiszerünk adományokból van, tehát hogyha kapunk avokádót, akkor van avokádónk, hogyha kapunk ilyen csoda, superfood jellegű műzliket, akkor van az, de nagyon sokszor marad a rizs, bab, kombó, meg a hagyma, mert abból általában nem szoktunk kifogyni, kivéve, hogyha ránk rohad, vagyis hát, hogyha rossz minőségűt kapunk és nem tudjuk tartani, de mondjuk ezek a kampányok, ezek nagyon megtanítják arra az embert, hogy azt kell megenni, ami van, és lehet, hogy én itthon mediterránul táplálkozom, de ott nem feltétlenül minden napra jut valami mediterrán íz, de túl lehet élni, hogyha az embernek megvan, hogy miért kell fókuszálnia, és mondjuk nekem megvan a bálnák, és mindenkinek a hajón. Tehát soha nincs olyan, hogy valaki reklamálja azért, mert már 4.-5. napja a babos, rizses kaját kellett megennünk. Úgyhogy amikor itt sétálunk a különböző csoda kaják között, akkor gondoljunk egy picit arra, hogy azért nem csak ez a vegán dolog, hogy minél jobbat tegyünk, hanem minél többet tegyünk, amit lehet. Tehát nem kell mindenkinek elmenni az Antarktisz térségébe bálnát védeni, meg lehet találni itt Magyarországon is azt a lehetőséget, ahol aki segítségre szorul, akár az állatvilágból, akár honnan, és akkor minden rendben lesz, és a többit pedig nem bántani. Jó, Szélsepördről magyarul van Facebook oldal, illetve a delfináriumokról van szintén egy oldal, annak az a cím, hogy Delfin Mosoly, ez Richard Doberynek a Delfin Mosoly című könyve, amit a 70-es években írt. Tehát elég szomorú, hogy a 70-es évek óta még mindig itt kell állni 2015-ben és előadást tartani arról, hogy mi a probléma a delfin rabszolgatartóiparággal. Köszönöm szépen a figyelmet!